Sziasztok, ez itt a Movie Geeks 143. alkalommal jelentkezünk, édes kettesben ezúttal Bokival. Hello, Boki! Jézus Mária, 143. Mi lett az életemben, baszki? Ja, hello! <laughs> És most már negyedik éve folyamatosan jelentkezünk. Jézus már mi lett az életem? És hogyha már a négyes számnál tartunk négy filmet is megnéztünk ezen a héten. Ő, uh, négyet. Igen, a Hotel Transzilvániát én még pluszba megnéztem, úgyhogy. Éj, te kis tével véletlenül sem nézzél ugyanannyit vindig, <laughs> véletlenül se. Na Én de erről majd olyan. korábban még beszélünk, vagy később majd még beszélünk előtte, hogy megszoktak hírezünk, és hát nem tudom megállni, hogy ne hozzam be a hét, nem is tudom, legidegesítőbb híreit, méghozzá ugye az élőszereplős hófehérkéről van szó, ugye a hófehérke riméket kap, és hát több probléma is van ezzel a Először beszéljünk is arról, hogy euh, mégis a Hófehérkének a castingjáról. Láttad, hogy euh, ki fogja játszani Hófehérkét? Megmondom őszintén, csak olvastam, hogy egy euh, latinó vagy latin -amerikai vagy, hát egy spanyol, csajna. Igen, nem? igen, igen. Richard Zeglernek hívják a hölgyet, aki ugye a West Story-ban játszott, hogyha emlékeztek még erre a filmre. És hát nem is azzal van a gond, hogy ő nem lenne egy jó színésznő, hanem hát a hölgyről tudni kell, hogy latinamerikai. <laughs> és nem tudom, hogy vagytok vele, de hogyha a Grimm figéreknek az eredetiét olvastátok, akkor az út indul, hogy egy királyi varogatás közben megszúrja az ujját, és a hóra csöppenő vérről az jut az eszébe, hogy bár csak olyan gyereke születne, akinek a bőre fehér, mint a hó, az ajkai pirosak, mint a vér, és a haja fekete, akár az ében. Tehát, hogy lehet, hogy tényleg a királynővel van a baj, aki rasszista volt, de attól függetlenül ez a mese ez így indult, és, és ezért hívják hófehérkének ennek az aspektus miatt. Tehát, hogy innentől kezdve ez nem egy hófehér kereszt, hanem egy hókreolka. No rasszizmus tényleg, de könyörgöm. Tehát loptam Hont Andrástól, igen, de baromira igaza van. Egyszerűen nem bírok ezzel a kasztinggal beteli. Tehát, hogy, hogy, hófehérke, innentől kezdve, hogy fogjuk hófehérkének hívni ezt a történetet? Jó, miért a, hogy hívták, a feketes látszott, aki a tündérkereszt anyát játszotta. Tehát, de azzal nem volt, de volt olyan egyébként a történetben, hogy szia hófehérbőrű hó tündérkeresztanya? Nem. Tehát, hogy miért ne lehetne ő tündérkeresztanya? Nem volt az a semmi baj abban a filmben. De könyörű, hófehérkének hívják ezt a filmet. Tehát, hogy hogy fogják őt hófehérkének hívni? Tehát, hogy legyen a nevet hó, hófehérke. Hát nem tudom miért, de legyen az a nevet. Tehát, hogy borzasztó, borzasztó Én a hülyeség. Én hogy most Peter Dinklage felháborodással a szándékos. Na igen, ez a másik. Igaz volt-e? Tehát, hogy me megmondom őszintén, ezen már meg se lepődök, mert tény tényleg ez az egyetlen olyan, ahol ahol egy uh, ilyen castingot csináltak a PC nevében, nyilván nem. Engem inkább az érdekel, hogy Peter Dinklage ugye felháborodott, hát, uh, és mondta, hogy és akkor a törpök, akik negatívan vannak megjelenítve, <coughs> vagy hát sztereotipikusan. Nem is sztereotipikusan. A rasszista szót használta Peter Dinklage, hogy maradiak vagytok, hogy történetet csináltok nem. hét törpéről, akik egy barlangban élnek. Mi a fenét műveltek? Tehát, hogy én lehet, nem hogy velem előnteni. van a probléma. Nem tudtam bocsá, bocsá, én. lehet, hogy velem van a probléma. De szerintem a hófeérke és a hét törpében, a hét törpe az nem hét mélynövésű fiatalember, akik nem tudom, milyen növekedési hormon alátengésben szenvednek, hanem varázslények. Könyörgöm. Tehát, <laughs> hogy ég, mi a szom van. Az az emberiséggel. Én nem jöttem rá, megmondom őszintén, hogy a Peter Dinklage most ezt komolyan gondolja, hogy tényleg ilyen hülye volt, vagy szándékosan trollkodott a casting miatt. Szerintem ő, 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 ő meghűlt, tehát Én ő elmondta hiszem, azt, hogy, hogy szerinte, a, a, szerint a, szerint a, trónok harca, a hetedik évad azért nem tetszik az embereknek, mert nem tudják elfogadni, hogy fehér embereknek nem happy end lett a történet vége. Tehát, hogy Peter Dinklage hülye lett valamiért, nem. de... Én... Mind, én naív vagyok, tudod, és optimista. De várja még, hogyha egyébként nem gondolnánk úgy egyébként, hogy ez elég nagy hülyeség lenne, a Disney is lenyilatkozta akkor, hogy a Disney más irányba viszi a reméket. Annak érdekében, hogy elkerülje az eredeti animációs film sztereotip rasszista ábrázolását. <laughs> Jó, hülye, hülye a Disney, duplán, hülye Peter képcsön. Dinklage, és hülye mindenki, aki aki, aki ehhez bármi köze van. Tehát, hogy ez valami borzasztó. Én még mindig azt nem értem, hogy ilyenkor kinek akarnak megfelelni, mert most legyünk őszinték, ha nem felelnének meg ennek a 100, 700, darab, tisztiző hangos kisebbségnek, akkor már mind úgy kisebbség, hogy, hogy szerintem elég kevesen vannak, akik ilyen hülyék, akkor, akkor elvesztenek 100-200 nézőt. Az, az, nem tudja azért annyira, ugye mindig azt van, hogy nem tudom eldönteni, hogy hogy ez a 100-200 ember ennyire rosszat tenne, akkor a számak vagy? Nem, vagy ez, egy, ez, egy, ez egy baromi hangos kisebbség szerintem, akik hát de mit nagyon csinálni, hangosan üvöltenek. Művel okay. Igen, de a... ők nagyon hangosak a Twitteren, Én? és uh, éppen emiatt egyébként a Disney meg úgy gondolja, hogy ők a többségnek a hangja. És uh, nem tudom, nem, nem bírom elképzelni azt, hogy a többség az lenni azt lenni mondja, lenni. hogy egyébként hű, óférke, is, mert nem tudom, tehát borzasztó az egész. Én nem nem tudok ezzel az egészen hát, mit nem kezdeni. Szörnyű. És nem ez lesz az utolsó, ez biztos. Tudjátok, az az egészen fölháborító ebbe az egészen, és visszamenve az eredeti dologra, az eredeti történetre, tehát, hogy ö, leszerződtetik ö, a filmre ezt a latina hölgyet. A hamupipőke, az Amazon amit csinált, abba is már latinó a hamupipőke. Azt tudjuk, hogy a Zariel, a kis hableány, hajó és afroamerikai lesz. Tehát, hogy komolyan? Tényleg már ott tartunk egyébként, hogy minden egyes Disney hercegnőt most már itt különböző rasszokba kell megjeleníteni, és hogy alapján, fehér a ember már nem... Ez... A alapján ott nem háborodhatsz föl, mert ott nem írták le a külsejét a mesében. Jó, Csak ezzel a még -e a legkevesebb bajom ér. van. Ezzel még a legkevesebb ér. bajom van. Tehát kis van még a legkevesebb bajom, mert oké, okay, rendbe, rendben, legyen fekete. De az apja latinamerikai, az anyja meg ázsiai lesz neki, a ér. testvérei meg izék. Tehát persze, a Javier Bardem lesz az apja, az anyja meg a, meg nem mondom most meg kicsoda, tehát hogy hát ilyen ennyire, lények. ennyire hülyék legyünk, nem, 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 nem tudom, nem tudom ezt az egészet Ölömmel most már itt fel Fogni. Borzasztó az egész. Én ezzel úgyhogy... már mondom, nem, nem, nem akarok ki, mert... mert de még hát... hogyha jók lennének ezek a filmek, de mondjál már egy jó Disney filmet, amit egy élőszereplős mesét. Igen, várunk így. még. <laughs> Tudnék biztos mondani, ha most átgondolnám. <laughs> biztos, hogy van. Műsor végére mondok egyet. jó, megvárjuk. Na de akkor folytassuk még hozzá a Hotel Transzilvániával, ami megkapta a negyedik ír részét. Ennyi ír volt, most nem akarod? Azt hittem, hogy végre bejelentik, hogy, vagy bejelentették, hogy miutánnak lesz következő része. Jó ja, tényleg, bocsánat, bocsánat, bocsánat. Hát személyes megszólaltatás esete áll fenn, úgyhogy Bokinak itt meg is adnám a szót, ugye az egyik kommentelőnk megtalált téged, hiszen kijött a miutánnak az utolsó részének az előzetese, és hát hangosan elkezdték követelni, hogy Boki végül is mindenképpen. Hogyha azt követelik, hogy latin legyen a hófehérke, akkor, akkor, akkor ezek csak néhányan vannak, de ha Boki nézze meg a ö, miutánt, akkor mindenki. Remélem mindenki Boki már felkészült, a... ha olvassam fel, Tehát, remélem Boki már felkészült lelkiekben, és azt is remélem, hogy tartani fogja az ígéretét, mind a Movie Geeks Podcast törzs közönsége, mind pedig természetesen a Boki Geeks rajongói felé, mi szerint minden egyes miután rész, ami jön, ezután ő fog megnézni. Szeret tettel. Várom, várjuk az élménydús beszámolót augusztus 26-a után, miután megnéztem miután. Ezt egyértem, hogy te írtad, mert ezeket, nem. ezeket te nem. szoktad nem. csinálni, hogy a Benny megígéri, ugye más szával veri a csalányt, a Benny megígéri, hogy a Boki innentől ö, megnézi az összes miután, a Boki csak hápog, majd jön egyből, hogy igen, a Boki megígérte. Nem, 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 nem. Szavazást raktunk ki a moviex re ahol az volt, hogy kinézze meg ezen ezentúl az összes miután részt. És, és el... te, nyertél. Én nem Tehát, Hát, hogy... hangzott az a mondat, hogy én, Boki, kijelentem, innentől leteszem a nagy esküt, hogy minden jután részt meg fogok nézni. Ez hát jár, már hangzott. csak egy darab van, úgyhogy igazából olyan nagy vállalás nem lett volna én az. írtam a csoportban a lányoknak, hogy én, mint idősödő fehér férfi, sajnos nem nézhetem meg ezt a filmet, mert nem nekem készült, úgyhogy Vivi, benne vagy, hogy te nézed meg? Én hallottam, ez Igen, jó, volt. Te... bejelentkezett. Ja, Istenem, Köszi Lányok, megmentettetek. <laughs> Na jó, tényleg álljunk neki a filmeknek, és akkor beszéljünk a, a Hotel Transzilvániáról. Beszéljél róla. De igen, hát róla. Volna, de tényleg, egy... láttad egyébként a 2012-es első részt? Azt igen. Sőt, a másodikat is. Harmadik? Várjál, ez a harmadik, ami most volt? Nem, ez a negyedik. <laughs> volt akkor a harmadik rész is. Igen, a Fan Helsing meg akart ölni a Drakulát, de Drakula összejött a Fan Helsingnek a lányával, és Fan Helsingből is jó fejlett. Persze, Helsing az menő, de miért nem ölte meg a Drakulát? mert összes pancisztak, mert a Fan Helsing lánya összejött a Drakulát. Lába. Vagy az unokája, Déd Unokája, Na bocsánat. Jó, pótolnom kell, pótolnom kell. Ah, öh, hogyha emlékeztek még az első részt, azt Gendi Tartakovsky készítette, akinek olyan fantasztikus rajzfilmeket köszönhetünk, mint a Dexter Laboratórium, a Pindur Pandorok, és elsősorban a óriási nagy kedvencünk a Samurai Jack. És hát Gendi Tartakovsky úgy gondolta, hogy egy egész estés rajzfilmen is jelentkezik. Ez volt ugye a Hotel Transzilvánia, ahol a szörnyek lazulnak 2012-ben, és olyan hangokat sikerült megnyerni mint Adam Sandler, aki ugye Drakula szerepében tündökölt, nem csak a hangját, de a kinézet, kinézetét is adta Draculának. Drakulának. Ott volt Andy Semburg, a Drakulának a vejének a szerepében, Selen Gomez látszott a Drakulának a, a lányát, de ott volt ugye Kevin James, Fred Reschner, Steve Buscemi, David Spade, Silo Green, John Lovitz, tehát tényleg iszonyatosan ö, nívós ö, ö, szereplőgárdát sikerült összehozni, akik ugye a hangját adták ezeknek a ö, karaktereknek, és ez egészen a harmadik részig, ez meg is maradt, egészen ugye a mostani Transzilvániaig, ami ö, már transformáni alcímmel jött ki, és ö, elkerülve a mozikat egyből az Amazon Prime-ra érkezett, egyébként szinkronosan mindenkinek mondom, és továbbra is egyébként plusz reklámot akarok csinálni az Amazonnak, de 900 forintba kerül az Amazon előfizetése, mint ugyanannyi film van fönt, mint a Netflixen, ugyanúgy szinkronosan, egyébként támogathatna minket az Amazon Prime, ha már ilyen jó fejük, de most komolyan pénzügyileg meg szerintem a legjobban az éri meg, tehát tényleg, mindenképpen. Na és erre a részre már ugye Gendi Tartakovsky csak íróként tért vissza, nem láthatjuk már Adam sandler nem láthatjuk már Kevin James-t, nem láthatjuk már a hangoknak a nagy részét, Adam Sandberg, Selena Gomez visszatért, Steve buscemi is hallhatjuk, de nagyjából ennyi a híres szereplőknek a sora, Kicsit megcsappant a részvétel, nem tudom egyébként, hogy miért, miért nem vállalta mondjuk Adam Sandler meg a spanciai, de a lényeg az, hogy nem tértek vissza. Nem mondom azt, hogy a minőségben ez nagyon látszott, azt mondom, az első rész az egy kifejezetten jó volt, egy nagyon szórakoztató, nagyon jól érezte magát rajta az ember, egy kedves kis családi történet, és részről részre egy kicsikét szerintem esett vissza a színvonal, szerintem ezt azért el lehet mondani. Transformánia, szerintem nem volt olyan rossz, mint a harmadik rész, amiben ugye a végén egy ilyen DJ párbajszerűséget láthattunk Fan Helsingel és Drakula vejével. Ennek a résznek a története lényegében arról szól, hogy egy véletlennek köszönhetően az Andy által játszott Jonathan szörnyé válik, Dracula és a haverjai pedig emberré válnak, és keresik a lehetőséget, hogy visszaszerezzék a légi alakjukat. Uh, kis családi mese, rengeteg sok idegesítő uh, résszel, amire tényleg itt így nagyon fárasztó tud lenni, de vannak benne kedves részek, vannak benne olyan részek, amik azért itt így kicsit tanítani akarják ezt a fiatalabb generációt, vannak benne olyan poénok, amiket egyébként itt így felnőtt fejel is tudsz értékelni. Uh, nem egy kifejezetten jó, nem is kifejezetten a rossz film ez, olyan közép kategória, néhol egy kicsikét azt tudod mondani rá, hogy ideges és nagyon blőtt tud lenni, de az a szerethető kategória az valahogy minden alkalommal megmaradt minden résznél, és, és, és szerintem ez itt is megvan. Üh, nem csoda szerintem, hogy nem jött ki már moziba egy ilyen esti filmezésre a tévé előtt teljesen alkalmas, mozi egyet már nem lehet, nem szívesen vennék rá, lehet, hogy arra már itt így nem feltétlenül alkalmas ennek a sorozatnak a negyedik része. Én nagyon remélem egyébként, hogy ötödik rész már nem nagyon akarnak csinálni belőle, mert kicsikét már szerintem minden csontot lerágtak ezzel a fajta filmmel kapcsolatban. Több függetlenül én azért egy ötöst meg tudtam adni rá. Ez a se nem rossz, se nem jó, el vagy rajta, a kisgyerekek imádni fogják, ők nagyon jól fognak rajta szóra és igazából ez az a film, amit itt így felnőtt fejre sem fogsz úgy lenni rajta, hogy Jézusom, hát megőrülök, ez nagyon szörnyű, el leszel rajta teljesen jól, és még egyszer mondom, magyar szinkronnal az Amazonon lehet nézni, úgyhogy ebből a szempontból meg tudom ajánlani mindenkinek, úgyhogy nézzetek Hotel Transzilvániát, negyedik részt, van, szerintem annyira nem lett vészes, mint az előző rész. De akkor folytassuk egy másik filmmel, amit viszont te láttál egyedül, tehát ugyanannyi filmet néztünk mind a hárman, és nagyon sajnálom, hogy nem tudtam ezt a filmet megnézni, de úgy készültem, hogy nem ma veszük fel ezt a podcastet, hanem holnap, úgyhogy én ezt a filmet nem néztem meg. Ez pedig Denzel Washingtonnak a főszereplésével a vadonatúj Macbeth, pedig a Macbeth tragédiája, amihez igazi szuper ö, ö, stábot sikerült ö, leszerződtetni fantasztikus rendezőkkel. Ö, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit mondasz róla. Ahogy mondtam, egyébként ez egy Joel Cohen film, ami már magában foglalja szerintem, hogy hogy egy tényleg egy ilyen masszív film. Ráadásul, ahogy mondtam, Denzel Washington a főszerepben, de itt van Francis McDormand is, akit tudjátok, hogy mi nagyon szeretünk. És hát akkor át is adnám a szót, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy sikerült a film. Ja, hogy te ezt nem is láttad? Igen, ezt vezettem föl 5 percen keresztül, tudom, nem tudom. Nem, csak most így meglepődtem, nem akartam közbeszólni. Ne, nem, mondom, nem tudom, nem tudtam akkor megnézni, mert azt hittem, hát igen, igen, a igen a azt a... hittem, hogy holnap nézzük, és akkor mondom, még van időm megnézni, de hát ma veszük fel a podcastot, úgyhogy... Hát ilyen kettős az érzés, ez nem fog tetszeni mindenkinek, meg is mondom, nekem tetszett egyébként, de tehát lényegében ezt az egészet úgy képzeld el, hogyha egy színpadot néznél. Na, no, hát az... Tehát, hogy ez egy szí... Mint hogyha bemennél egy színházba, ez annyival több volt, hogy például itt a ö, madarak ö, ö, repülése, azt mondjuk meg tudták csinálni, még egy színpadon ezt, ezt, ezt nem tudják megvalósítani, amikor ugye ott a varjúvá vált boszorkányok azok ö, repülnek, Ettől függetlenül tök ugyanaz, mint egy színház. Ja, és annyi, hogy Bálint Denzel washington iszonyatosan megnézem ezen, ezután színpadon, de valószínű, Ö, nem nagyon tudnám követni, tehát kellett azért most a felirat, kellett a felirat segítsége, voltak azért akcentusok, kellett a felirat, de tényleg, mint hogy egy színpad, házt, vagy színpadot néznél, a maga a díszlet az iszonyatosan puditán volt, néha, mint hogyha csak egy-két téglates lenne így egymás mellé rakva. Ö, és így viszont sokkal nagyobb volt a hangsúlyja a színészek játékán, mint egy színházba. Uh, Denzel Washington zseniálisan játszott, szerintem, de, de körülbelül úgy kb. mindenki, aki, uh, még azért ki kell emelni ugye a Francis McDormand. földjérből ismert, igen, Francis McDormand, és a Catchy Hunter játszotta a boszorkányokat. Nem volt nagy szerepe, de én itt azért nem ki, mert az elején volt egy akkora alakítása, mint hogy a golemot láttam volna. Ugye három boszorkány, na ő azt egyedül játszotta el. És így állandó, tehát a keze így ki voltak csavarodva, teljesen teljesen máshogy gesztikulálta, ahogy saját magával beszélt, így három karakterként. Kúra, jó volt de et, mondom, az összes, az összes karaktert zseniálisan előadták, még egyszer, színházba. <haz> Ö, és igazából itt a probléma, hogy bár mondom, nekem ez nagyon bejön, de kérdés az, hogy van -e ennek létjogosultsága, mert nem győzöm hangsúlyozni. A három darab valjut leszámítva, Mintha egy színpad lett volna, mintha egy színház lett volna. Hát hogyha belegondolsz egy Sunset limiter is igazából de, egy színházi előadás, aztán mennyire szerettük, tehát, hogy így. Ö, meg lehet így csinálni itt jól. Úgy, tehát így tényleg az, mint hogyha ö, bementem volna a nemzetibe, és leraktam volna a kamerát, és fölvettem volna. És ez volt. Tényleg, Na, tud ez működni szerintem. Ö, kérdés nem az működik, nekem működik, csak az a kérdés, hogy, hogy, hogy miért ne nézze meg a kuljon ezt inkább színházba. Érted? Ö, mert mondjuk nem mindenkinek adatik meg, hogy Denzel Washington színházból szerintem. A, ez, és konkrétan igazából ez a, mondhatnám, egyetlen előnye ennek, hogy egy washington megdolment párost így azért lehetett látni. Hát meg Mert azért ugye Joel Coel rendezés rendben. Tehát azért, ugye Joel Coel rendezése ki a tesójával azért olyan filmeket összehozott, mint a Fargo, Nagy Lebowski, uh, akkor a Nem Vénnek való vidék, az égető bizonyíték, a félszemű, tehát hogy azért nem kevés jó filmet köszönhetünk neki is. Most ugye egyedül hozta össze ezt a filmet, és tényleg egyébként, amit így az előzetesben láttam, hogy baromi furcsa a látványvilága ennek az egésznek Alapból az, hogy fekete-fehér az már hozzáad valami érdekességet, de ezt szegényes Szegényes ez a... díszlet. Szegé... Igen, ez az iszonyat szegényes díszletek. Uh majd egy színházba ö, komolyabb díszleteket csinálnak. Ez inkább olyan, mint, hát, mint, mint hogyha tényleg így a fekete-fehér is ezt ö, segíti elő, mint hogyha tényleg visszaugdottunk volna 50 évet. De igazából hozzáteszem, hogy ugye nem nagyon beszéltem azt, hogy hát nyilván nem nagyon lett, tehát hogy magbet. Hát egy magbet, tehát de... <laughs> igen. Ez a sztori. Még a szöveg is egyébként, tehát ö, megmondom őszintén, nem néztem utána, hogy szó szerint kimásolták-e, de, de, el tudom képzelni. Hát hogy, végül is azért az ez nagyon nem kell hozzányúlni, tehát... Mondom, nekem ez így bejött, nem tudom, hogy viszont másnak ez mennyi létjogosult, vagy me mások szerint mennyi létjogosultsága van, sőt, én is megkérdőjelezem, mert ahogy mondtam, hogy miért ne néznénk meg színházba, hát igen, igazából ez az egyetlen ö, olyan érv rá, hogy, hogy igen, egy washington McDonald párost nem fogunk látni a nemzetibe, hosszínű, de ha esetleg eljönnének, milyen egyébként de... a Magbet páros, tehát ugye ezt a megőrülést, amit mutat McDormand, vagy, vagy vagy ugye Denzel Washington, tehát hogy azért ezt látjuk, hogy ez a Magbet filmekben azért ez egy nagyon hálás szerep, tehát olyan szintű katarz is lehet belevinni. Olyan, jó, olyan jól előadja, tehát hogy Denzel Washington nem tudom, hogy én nagyon szeretem őt. A Védelmezőt is mostanában pont azt néztem meg nemrég megint, de imádom a filmjeit. Nem is tudom, hogy láttam-e őt valaha rossz filmbe, de szerintem nem. Zseniálisan alakít mindig, a részeges pilótától kezdve, tényleg a bosszúálló, profi gyilkológépig, de szerintem ez az egyik legjobb, hanem a legjobb alakítása. Mondjuk. Igen, nyilván ugye egy színházi színésznek azért több lehetőség, nem is az, hogy több lehetősége, de hát neki muszáj sokkal jobban. Hát ez így hülye hangzik, hogy muszáj jobban színészkednie, mert, mert ő neki ugye nem teszi oda, vagy nem teszik alá a látványvilágot, a zenét, stb. Tehát neki kell elvinnie a sót, teljes százalékba. Hát Eddinszer Washington ezt csinálta, és mi mondom, nekem működött. Kérdés, hogy miért ne nézze meg színházba, de hát ugye de már nagyon jó élet fölhoztunk. Láttad amúgy nem is olyan régen, 2015-ben a Justin curtzell a, a Magbet filmét, ugye a, a kedvenc faszing volt a főszereplő faszi, Michael Faszi, faszbender. nem, nem láttam, meg őszintén. Én, én, meg azt láttam, nekem az mondjuk nagyon nem jött be, és, és szerintem ott nagyon eltúzó volt voltak a szereplők. volt, vagy ez is ilyen, mint hogy egy színpadot? Nem, lesz. az rendes filmként működött a dolog. Ö ez egy ilyen nagyon erőszakos, kíméletlenül szenvedélyes interpelláció volt. Szerintem egyébként nekem közelebb állna a szívemhez ez a fekete-fehér denzeles. Én baromira kíváncsi vagyok rá, meg, meg, szerintem én ezt holnap meg fogom nézni, hogyha itt végzünk. nekem egyébként szerintem tetszett. Mondom, nekem is nagyon bejött, tehát és tényleg az, hogy sokkal jobban lehetett látni, hogy ők milyen színészi alakítást nyújtanak. Tehát körülbelül annyira letisztult volt az egész, hogy semmi nem vont el a figyelmedet. Tényleg csak őket láttad, ahogy beszélnek, és a gesztikulá... gesztikulációkat. Ugy ugyanaz, amikor amilyen nagyon szeretem az olyan típusú filmeket, ahol csak leülnek és beszélgetnek. Ahol semmi nem vonja el a figyelmedet, csak a színész maga, meg a mondani valója. Itt konkrétan semmi nem vonja el a figyelmedet. Érdekes. Egyébként, Mondom is, mindenképp, mindenképpen figyelmet ajánlom a, 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 a Huntert, Hunter-t kikezestem a nevét, mert... Bocsó. Ő egyébként, olvastam, egy bocsó. Shakespeare színész, tehát hogy ő színpadi színész, és nagyon kevés úgymond rendes filmes szerepe van. Uh, Úgyhogy azért a Shakespeare, Shakespeare filmekben ő otthon van. Tehát, hogy mi a Rómába is? Ú, hát ezt azt nagyon nagy kedvencünk. Fogalmam cím, azt. sincs, hogy ki volt ő <laughs> Utána kéne nézni lehet. Hát igen. Ja, minden esetre akkor egy pontozással még a vagy. Nem, ez egy 10 9. Tényleg jó hú. játék volt. Erős. Mondom, az csak így, így szilálok, hogy tényleg ezen, amit mondtam, hogy miért ne nézzem meg ezt. Ne Mert nem tudod megnézni ezekkel. Mert nem tudom, de elmehetnék megnézni egy a nemzetibe egy magbetet. Hát nyilván nem dezerékkel, de meglehetném. Hát mondjuk a nemzetiben mostanában egy, nem szívesen. biztos, hogy, hogy elő kell keresni a magbetet, és, és a plusz, plusz hatása ennek, hogy most mindenképpen olvasgatni fogom majd. És ugye ezt elfelejtettem mondani nektek, hogy hát azért próbáltunk most ebben ezen a héten, meg a következő héten is olyan filmeket hozni, amik az Oscar szezonban így előkerülnek, és... Egyébként a... szerintem ezt annak gyártották. Egyértelműen, és hogyha minden igaz, akkor ez a film is azért kapott jó pár jelölést már. Voltak annyira jók egyébként Denzelék, hogy akár szerinted előkerüljön a nevük így az Oscar szezonnál is? Szerintem, igen. Érdekes, érdekes. Öh, hát a legjobb forgatókönyvnél biztos, biztos nem <laughs> előszedni őket, de öh, hát nem is tudom, a, a e, McDormand szerintem, hogyha nem jelöljük, akkor azért mert nincsen nagyon sok játékidő. Tehát, hogy ő ugye női főszereplő, de mégis inkább ilyen mellékszereplő, sőt szerintem inkább mellékszereplő, de ezzel washington én egyértelműen bedok e... Úgyhogy nagyon reménykedem. Sőt... Öh, így olvasgatom, hogy, hogy, sokan tippelik ezt. Te ugye 10, 90 nominációja volt már a színnek, tehát a Screen Actor Guild Awards-on ugye a Denzel Washington-t jelölték, de ahogy nézem, egy csomó ilyen filmes listán ott volt, úgyhogy mondják is, hogy előkerülhet ez a film akár. Csikágoi filmkritikusok díját is megkapta a film, tehát tényleg egy. itt így azért agyondíjazott film 90 jelöléssel, 16 győzelemmel, tehát nem hiába hoztuk bele ezt a lehet, hogy az Káron találkozunk bele filmmel. Nem tudom most pontosan, hogy egyébként a Golden Globe jelölteknél előkerült-e. Utána nézek majd, meglátjuk. Minden esetre mondom, ne lepüdjünk meg, hogyha ezzel a filmmel foglalkoznak bővebben is. Egyébként kicsit off topic, de tudod, kinek is láttam a nevét, a Nicolas Cage-nek a pikbe, és pont most olvastam egy e, ja, a cikket, de még mindig nem értem, hallod? Még mindig nem, 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 a, nem cikket, értem. a cikket, ahol elmagyarázták, hogy miért jó, és még mindig nem értem. <laughs> ja, so, Istenem. valaki azóta nem kommentelt oda, hogy... Nem, nem. Az, nem, az, nem. De, alapvetően azt látom tényleg egyébként, hogy mindenhol leúzták azt a filmet. Jó, Tehát, hogy a, 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 a mármint a, 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 kommenterők azt mondták, hogy hát ez, Maga ez a porzisztó. Maga a jó Nikolász Kécsnek, csak mi a fasz? Na mindegy, csak így kicsi off topic, hogy így, ezt jól a denzel Denzelt jelölték egyébként a legjobb férfi főszereplő díjára a Golden Globe-on, úgyhogy... Ja, pont mondani akartam, hogy mi már kijött az Oscar, mondom... Nem, nem Golden, Globe, Golden... Ne jav, Golden, Globe, úgyhogy azra, arra jött jelölték. De akkor folytassuk egy másik filmmel, és egy személyes kedvenc színészemmel, Ben Affleckkel, aki szerintem nem csak Batmanként baromi jó, de, de színészként is azért láthattuk őt mostanában kifejezetten jó alakításokban. Az utolsó párbajban sem volt ő rossz, de színészként, hogyha emlékszel, amikor kosáredzőt alakít a filmben, amiből uh, uh, hú, mi is volt a címe. Nekem is itt van a nyelvem, de mm. hozzá hozzáteszem, én mindig imádtam. Tehát én rendezőként, színészként is, ugyanúgy, ahogy az előbb Denzelnél is, vele is azért kicsit elfogultabb vagyok, mert nem nagyon tudnék most hirtelen rossz filmet A Visszaút, a Way Back, a Visszaútba, amikor az alkoholista kosárlabda edzőt alakította, hát úristen, zseniál. Beneflex, és tényleg, ahogy mondod, nagyon nehéz őt rossz filmben az utóbbi ő, az, évtizedben az elgondolni. Volt az, a Vivi meglepődött, hogy mennyi sört meg lehet és mondtam neki, hogy nem töltöttél Jó, el egy ki bokival. <laughs> Azért, azért, de hát az ilyen egy százalékos szalasz. Igen, igen, igen. Is inni. És a, a filmnek az a különlegesség egyébként, am, am, amellett, hogy egyébként ez is egy Amazon Prime film, tehát ezt is az Amazonon nézhettük meg, hogy George Clooney a film rendezője, aki mostanában nem is inkább színészként uh, brillírozik, hanem sokkal inkább rendezőként próbál érvényesülni, és teszi ezt szerintem nagyon jól, mert, oké, okay, vannak műkincs vadászok amik annyira nem sikerültek jól, de hát azért emellett uh, mégiscsak letett az a az asztalra egy good night and good luck egy bőrfejeket, egy éjféli égboltot, és most pedig itt az iskola a pult mentén, aminek szerintem sokkal jobb az angol címe, a The Tender Bar, aminek a főszereplője Ben Affleck mellett Ty Sheridan, akit ugye mi nagyon szerettünk a Ready Player One-ban, ráadásul G.R. Moringer élete alapján történt filmről van szó, az ő életét bemutató regényt adaptált a George Clooney, és ez egy teljesen ilyen coming of age film, egy fiúnak a felnővés történetét nézhetjük meg, aki igazából egy apa hiányát próbálva, leküzdve próbál író lenni, egy nagyon furcsa szerelemmel találkozva, édesanyjának az elvárásait próbálja ezt itt így megugrani, és próbálja azt a családi átkot is mondjuk leküzdeni, hogy ő lehessen az első olyan gyermek, aki elköltözik a nagy a házából. Nem tudom, te hogy vagy vele, nekem ez egy ilyen kifejezetten jó film volt. Én nagyon jól éreztem magamat ennek a filmnek a nézése közben. Iszonyatosan jól működött. Egyébként ez igaz, Stodi? Igen, igen, igen. Igazt igen. Mert mondta, ha most azt mondod, hogy nem, azt mondtam, hogy simán elhittem volna. Tehát körülbelül ez annyira valóság, tehát aki hasonló helyzetben van, az simán szerintem bele tudja magát képzelni. Tehát, hogy annyira valóságű az egész, hogy kérdés nélkül elhittem volna, hogy igaz történet, de akkor most már hát, tudom, hogy tényleg... ugye, mondtam, G.R. Moringer életét, uh, memoáriát uh, filmesítette meg George Clooney. Uh, ahogy olvastam egyébként az ő életét, nagyjából ezébként ezek az a dolgok. Az egyébként, hogy én történtek. nem tudom, hogy ő ki? Nem, ő egy amerikai író, akinek igazából nem nagyon sok könyve jelent meg. Egyébként uh, inkább újságíróként volt ő nagyon ismert. Ez a memoária pedig 2005 környékén jelent meg, ami nagyon nagy népszerűségre tett szert, és ezért különböző díjakat is kapott. Tehát nekünk itt annyira őt nem kell ismernünk. Tényleg ilyen bárokról szóló cikk Cikkei, újságcikkei, könyvei vannak. Hát, ugye megnézzük az életéről szóló filmet, akkor tudni fogjuk, hogy miért. Hát igen, ugye azt todiban még így kisgyerekként kezdi, de folyamatosan ugrál az idősékok között. Szerintem egyébként nagyon jól működött, tehát abszolút nem volt zavaró, bár biztos lesz, aki, akinek ez annyira nem jön be, mint nekem. Tehát, hogy lényegében apjával szinte nem találkozik, és igazából a számára az apa figura, az a Beneflek, ugye Csádi bácsi, Csádi bácsi állja, tehát anyjának a igen. testvére, aki nem egy ö, ö, diplomás alak, viszont ö, simán leiskolász bárkit, mert egy roppant értelmes ember, aki saját báriába, a Dickensbe osztogatja meg, a, hát nem a fiával, hanem a ö, kis JR-rel az élet bölcsességeit, ami szerintem olyan szinten zseniális, hogy amikor beszél, na, gyere ide JR, elmondom neked a férfi bölcsességeket. Hát majdnem, hogy elkezdtem jegyzetelni, hogy akkor... Hát ezt akartam mondani, hogy ott azért ott nagyon sok férfinak érdemes lenne jegyzetelni, amikor beneflektolja az észt, tehát hogy ott azért... Igen, minden egyes szavak körülbelül, de nem ez a Übergagyi id, idióta life coachos tudsz, hogy légy boldog és akkor boldog leszel, hanem tényleg. De és uh, kitér ilyen kis hülyeségekre is, mint hogy visz kis poharat ide, a cigit oda tedd és a dugi pénz legyen a pénztárcára, minden. De és mennyire igaz <laughs> a van. a dolgokban is. Tehát, hogy, és egy, Tisztelt egy... mindig a nőket. Igen. egy tipikus régi, régi vágású beszélünk, és zseniálisan -e hozza az effekt. Tehát ó, annyira féltem egyébként, hogy meg fog halni. Hogy Jó, én is volt, egyébként volt volt ott, ott az, ahol bekerült a kórházba, és mondták, hogy amint kilépett a kórházból, már gyújtotta meg a cigarettát. a ja, Istenem, tudja, hogy meg fog halni szerintem. De hál' istennem! és ez kellett is egy picit, hogy jó szájzzel menjünk ki a filmről. Egyébként a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában Benefleket is jelölték a Golden Globe-ra is. Ahogy láttam, a film 16 jelöléséből 15-öt a Beneflek hozott, úgyhogy én nagyon remélem, hogy az Oscaron találkozunk az ő nevével, mert én kifejezetten szeretem őt, és szerintem ő egy nagyon jó színész, akit nagyon alul értékelünk valamiért, pedig tudom, nagyon tudom, jó filmjei vannak. Hogy nem, nem tudok hirtelen olyan filmet mondani, amiben nem szerettem őt. <coughs> Nem ő, nem ő volt a hibás. Igen. Minden tehát, esetre, hogy a film maga szal volt, de nem annyira egyébként, mint mondják, de nyilván nem pláne az új Deville-nek a tükrébe, de de nem Igen. ő hibázott. Tehát ő vele nem volt ott semmi baj. Szerintem. Visszatérve kicsit a tenderbára, szerintem annyira szép allegóriája van ennek az egész filmnek, meg annyira szépen végigvitt sztorja, tehát, hogy ugye gyerekkorától fogva ez a, a, a fiatal GR, akit, és itt most mindjárt folytatva ezt a dolgot, de hogy tetszett egyébként a fiatal GR- szerintem Daniel Rányéri kifejezetten jó volt, én nem szeretem a gyerekszínészek meg kifejezetten idegesítenek, de a... ez a kísérlet szerintem jó volt most. Volt, volt egy-két olyan pillanat, ami nagyon bejött. Egyébként főleg akkor, amikor az idős JL belugott és látta a fiatalkori ényét, Igen. ami Ö, Már bocsánat. Ö, viszont volt egy-kettő olyan tényleg, amikor ilyen nagyon gáz volt, hogy belenézett a kamera és mondta, nem tudom, nem mindig jött be. Ö, volt, amikor nagyon-nagyon tetszett, és tényleg azt hát igen, beegyetértek egyetértek veled, hogy a gyerekszínészekkel vannak bajok, de volt-volt egy-kettő kifejezetten nem túl szerencsés pillanata, de három jóisten jó Isten, azért annyira nem tűnt föl. Visszatérve Főle, erre, amit... Beneflek, elvitte a hát, nem is ott. <laughs> Igen. Visszatérve egyébként, amit mondani akartam, hogy szerintem tök szépen felépíti ezt a film, hogy kisgyerek JR gyerekkorától fogva ö, egy olyan apa figurát próbál keresni, ami úgymond úgy gondolja, hogy neki nem adatott meg, és hallgatja az édesapját a rádióban, aki egyáltalán nem törődik vele, és, később még a problémáinak... Igen, igen. az, igen. Durva jelent, az annyira vagy... szomorú volt. Igen, igen. Hogy megy a rádió, hogy sziasztok, izé, Szia, mit tudom én, izé, és akkor mondja, hogy és hoztam egy ötöst az iskál, hogy mit tudom én, Igen. hogy elkezd mesélni a napját, és így hall, és nagyon szó. És tényleg egy ilyen tök egyszer, és az ember bele se gondol, de, 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 de mit egy, akarok egy mondani? egy komoly problémára nagyon, nagyon jó világít azért. A kisrác úgy éli le az életét, hogy végig úgy gondolja ő, meg hát ugye idősebb korában is, amikor már társadal ide játsza, szerintem ez végleg, hogy úgy gondolja, hogy nem volt meg az az apa figura az életében, ami neki kellett volna, és úgy gondolja, hogy egy apa figura miatt is vannak kudarcok az életében. Hát meg azt Aztán... is hiszi, hogy ő volt a hibás. És azt is hiszi, hogy ő volt a hibás. Gyelek, a, a film szerintem nagyon szép véget ér, akkor, amikor ugye végül is elindul New Yorkba állást keresni, és úgy gondolja, hogy az élet egy új fejezetbe lép, és akkor veszi észre, és akkor jön rá, hogy ez az apa a figura, amit ő keresett, az végig ott volt ő vele, és ez az apa figurát ezt ő végig megkapta Benefleknek a személyében, aki egyébként apja helyett apja volt, és megkapta azt az apai szeretetet, azt az apai figyelmet, azt az apai törődést, amit ő egyébként mindvégig úgy gondolt, hogy nem kapott meg, és neki végig megvolt ez az apa figurája, és szerintem ott, amikor ő itt így kijött, és megkapta a Benefleknek a kocsiját, beült és elindult, akkor ez ő benne is tudatosult, és ez egy olyan szép lezárása volt ennek a filmnek, és annyira örülök, hogy nem lépték meg ezt a dolgot, hogy kinyírják Benefleket, hanem, hanem tényleg egy ilyen hát vége lett az egésznek. A, gondolom, mert a álba így hát volt. Igen, 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 igen. Ragaszkodtak a sztorihoz. Igen, tehát egy picit egyébként nagyon elvisszük Beneflek felébe, de hát. Meg is de ő, hattam, ő viszi a, a hátán. Nem gondolnám, hogy olyan kevesen. Tehát egyedül az egyetemi jeleneteknél nem volt ott, annál a kevésnél. Igen, igen. Nem, jó, értem persze a lényegét, de ne feledkezzünk meg, mondjuk, hát én imádtam, amikor megláttam, és végig Krisztófer Lloyd. Igen, 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 a, igen. Volt. Hát imádtam. Én nagyon szerettem őt régen még, hát ugye értelemszerűen, ha Christopher Lloyd, akkor mindenki egyből a vissza jövőre gondol. Tehát ez, ez, olyan, ez, amikor elkezdi mondani az... Egyébként a igen, amikor elkezdi mondani a, az édesanyja a JR-nak, hogy azt mondja... Film Lloyd, <laughs> amikor elkezdi mondani, hogy azt mondja, olyan lúzer akarsz lenni, mint nagyapád? Ül bent a ö, sarokba, fingik egyet, és mindig azt mondja, hogy nem ő volt, és akkor hallasz egy hatalmas fingás, nem én voltam. <laughs> Géniális, zseniális, zseniális. Ő meg, ő meg nagyon hozza, nagyon hozza a poénfaktort, Igen. És, és, és imádtam, imádtam. Hát meg ugye a mellékszereplők még, akik ugye a Csárli bácsi barátai, ez a főnök, a Bobó és a többiek. <laughs> Igen, ők hát az is, is mekkora. A nagymama tényleg, aki néha szólal meg, de akkor alanyat köp. Mindenki, Nekem tyszeri is, is kifejezetten olyan. tetszett, főleg akkor, amikor elment Micsoda. a a Ty az idősebb J.R. a ja, színészrác, aki főleg amikor elmegy a barátnőjének a szüleihez. És... Én aztán, azt, a jelenetet nem értettem, hogy zseniális. Hát ez az nagyon jó Valószínű azért lehetett, mert ugye nagyon lenézték őt aztán. Lenézté, lenézték őt, és akkor itt így már, már nem tudom hányszor itt így tudod, amikor azt mondja, hogy hát édesanyám azt szeretné, hogyha ügyvéd lennék, és akkor megszólal a gazdag csajnak az anyja, hogy nagyon optimista az anyukád, nagyon optimista az anyukád, és valami elpattan a gyerekbe, és akkor itt a így, a így fordul az apához, és ugye azt tudni kell, hogy a lányának egy volvója van, a lánya egy volvo a közlekedik, odafordul az apjának, hogy hey, Phil, dugott már volvóban! <laughs> Előző este meg tök hangosan kefélte a családnak a lányát, úgyhogy mindenki hallotta, hogy <laughs> úgy dobták ki a lakásba, hogy a szart, de nagyon jó volt, nagyon jó volt, imádtam őt is ebből az És egy csomó olyan jelenet volt, amit tök jól lehetett röhögni, egy csomó olyan jelenet volt, amit úgy, ahogy meg tudsz könnyezni. Tényleg nem azt mondom, hogy ez egy, ez egy tökéletes film, de színészleg szerintem nagyon ki maxolva, és szerintem törté életileg is rendben van. Így pontozásra rátérve én egy hetest adtam neki. Én nem, ez is egy kilences volt, én nagyon jól éreztem wow. magam. Wow. Wow. Ö, minden, a, minden film ilyen egyébként. A színészek mondom kifogástalanok, az ugye egy kérdés, hogy Benef csak megint Beneflek, Beneflek nélkül mennyire működne ez az egész, mert tényleg ő viszi a hátán az Abszolút. egész. Én nem tudom, hogy ez, mert ugye ez Ty Sheridan életé, vagy hát JR, JR életéről szól, ugye akit Ty Sheridan alakít. Nem tudom, hogy ez tudatos volt-e, hogy mégis uh, Beneflek NF-re ekkora ek hangsúlyt szerintem ez az apa figura vagy? ez az apa figura egy nagyon fontos szerep volt, és igazából ezt az apa figurát szerintem nagyon fontos volt, hogy egy olyan színész hozza elő, aki el tudja lopni a sót, és és ezt a Beneflex szerintem tökéletesen hozta is. Ezért, azért ez egy nagyon hálás szerep is volt, teszem hogy hozzá, biztos. hogy egy tényleg nagyon jól megért szerep, de azért el is kell játszani ezt jól, úgyhogy hát baromira örülök neki, hogy láttuk ezt a filmet, és hát azért tényleg jobb hetünk van, mint volt múlt héten, ami minden film kettes, hármas volt, hát ezen a héten minden film most, most már így ilyen kilences hetes es között alakul, úgyhogy tényleg maradhat ez, és szerintem marad ez a folytatásban is, ugye Szélet Ricardo filmmel fejezzük be a mai adást. Ez a film is szerepelt a Golden Globe listákon, ugye a legjobb forgatókönyv kategóriába jelölték Elon Sorkint, a legjobb férfi főszereplő kategóriába jelölték Javier Bardemet, a legjobb női főszereplő kategóriában pedig Nicole kidman jelölték, tehát három jelölést is kapott a Golden Globe diátadókon, de hát ezen kívül is egyébként összesen 54 jelölést tudhat magáinak a film a különböző filmes diátadókon, úgyhogy tényleg ez is egy ilyen nagyon oszkár film. Az I Love Lucy színű 50-es években futó sorozat végnapjait, utolsó részeit láthatjuk. Ugye annyit kell tudni erről a sorozatról, hogy az 50-es években futott, a főszereplő Lucia Ball és a férje Desi Arnaz volt, akik akkoriban tényleg a világ legnagyobb sztárjai voltak, 60 millióan nézték őket hétről hétre, azért lett egyébként hétfőn a legtöbb bevásárlóközpontban zárnak, mert senki nem volt hajlandó akkor bemenni, mert mindenki ezt a sorozatot nézte, és hát ugye az ő életüknek az egy hetét ragadja ki ez a film. Méghozzá Aaron Sorkinnak a, a rendezési és Aaron Sorkin volt az, aki ezt a filmet is írta. És hogyha van olyan forgatókönyvíró, akinek minden filmjét meg kell nézni, az Aaron Sorkin, akinek egyébként olyan filmeket köszönhetünk, olyan hetek. filmeket írt, mint azt ugye rendezte is, viszont az Igen. írásnál ott van az egy becsületbeli ügy, az emberi sorozatot ő hozta össze, a pénzt csináló, a Social Network, a Charlie Wilson háborúja, a Steve Jobs, a híradósok sorozat, rendezni pedig ugye a chicago Hetek tárgyalását és az Elit Játszmát rendezte ezt a két filmet Ami az életük kártó igen, és mind a kettőről beszéltünk is korábban. Egyébként, és mind a kettőt imádtuk abban az évben, hogyha visszaemlékeztek rá. Na, de vissza erre a filmre, amit itt mindenképpen el lehet szerintem mondani, hogy a forgatókönyv és a párbeszédek az megint fantasztikus. Tehát olyan pörgős, durván mennek ezek a dolgok, méghozzá, hogy emberek ülnek és beszélgetnek egy-egy szobában, átmennek egy másik szobába beszélgetni, de olyan párbeszédeket raknak össze, még úgy is, hogyha csak egyébként semmi másról nem beszélgetnek, csak arról, hogy na most akkor mit csináljunk holnap, vagyunk, mit fűztél tegnap, de ezek olyan pörgősé tudnak válni az előadásukban, hogy az valami hihetetlen. Tehát rendezésileg forgatókönyvírólag szerintem ez a film, ez valami kiváló. És nem csak rendezés és forgatókönyvileg, hanem a színészek is, hát nem véletlenül, hogy a két főszereplőt is jelölték, de nem bírom ki, úgyhogy gyorsan eléle futok. hát a mellékszereplők, J.K. Simmons, Simons. Simons. Igen. Nálam én is. Megszólalt szakadtam. Az alkoholista William Frolinak a szerepére. Reggel tíz óra van. Hát persze, hogy részek vagyok. Minden beszólás, meg hogy... És az van az a 7 éves gyerek, kopcsi volt. Kopcsi, tudom én. De ha kopcsi volt, engem nem érdekel, kivenem belőle a szart is. Nem a két <laughs> Tehát, hogy eljátsza J.K. Simons azt az embert, aki eljátsza néha, hogy töküli, igen, he? igen, igen. Az... És az a durva, hogy játsza ezt a parasztot, akire azt mondod, hogy hát Jézus, hát ez mekkora egy bunkó, de amikor meg valakivel négy szem közt marad és elkezd beszélgetni, akkor rájössz, hogy ő a legaranyszívűbb, legértelmesebb, legnormálisabb ember az egész társaságban, aki van. Tehát, hogy J.K. Simons annyira, de annyira lubickol ebben a filmben, hogy igen, Javier Bardemet, meg Nicole Kidment mindenhol, pedig J.K. Simons lenne az, akit itt így föl emelni, hogy te úristen mekkora hozott ebbe a kicsi szerepbe is. Teszem hozzá, hogy Nikol Kidman és Javier Bardem is iszonytatóan jó volt Zseri ebben a szerepben. Javier Bardemnek ez az akcentus, ez nem tudom, hogy bejötte valaha ennyire. Iszonyatosan jó. <laughs> nem, nem, tudom megállni, de amikor Javier Bardem beszél ezen a kubai akcentusen, akkor mindig azt akarom mondani, hogy jó, mond, ki, hogy Jack Sparrow, mondd ki, hogy Jack Sparrow! Imádtam, imádtam, hogy beszél Javier Bardem. De Nicole Kidmannek is annyira brutál jó. Nem ismertem egyébként, hogy most é, fogyott vagy? vagy? É, nem tudom, szerintem, hogy távolról vették, hogy ne látszódjon az a sok plastik az arcáról, de... Fordi nagyon jó. Fúcsavó, de kétszer megnéztem, utána már felismertem, de mocsok jól tolta. Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Mind mindenki nagyon jó volt ebben a szerepben, és visszatérve visszatérve kicsit Javier Bardemre, én őt kifejezetten szeretem, és, és, nagyon sajnálom, hogy kevés filmben láthatjuk mostanában, pedig egyébként ő sokkal több jó szerepet érdemelne, mert tényleg egy tűnően jó színész, és szerintem ebben a filmben is ő, ő baromi jó volt, és visszatérve egy kicsit még Nicole Kidmanre, és nekem ami ott nála is nagyon tetszett, hogy hogyha Youtube-on kicsit rákerestek erre az I Love Lucy sorozatra, és elindítjátok, és meghallgatjátok, hogy hogy beszélt ez a színésznő, valami félelmetes, hogy mennyire tudja azt a hangszint hozni Nikol Kidman. Tehát, hogy ahogyan olyan hangjával megint csak játszott, az valami eszméletlenül zseniális volt ebben a filmen szerintem. Viszont pont ez a miatt, tehát emiatt a Javier és uh, Javier Bardem és Nicole Kidman páros miatt profik voltak annyira, tökéletesen hozták a szerepet, hogy hát J.K. Simonson kívül kb. kb. senki nem tűnik fel. El, el tehát annyira a fényesen ragyognak, hogy senki más nem vesz el észre, kivéve J.K. Simmons. A többiek igazából most nem tudom, hogy ennyire, mert nem gondolnám, hogy felejthetőek voltak, vagy rosszul alakítottak, mert ő a mellékszereplők mindegyike is, ha nem is kifogástalan, de kifejezetten jó volt, de a kidman baden páros az így hát konkrétan nem engedi, hogy mást nézzél. Nagyon megvan a kémia közöttük egyébként, és nagyon nagyon működik az ő kettősük. Tök elhiszem, hogy ők ház a sokot. Tehát egy abszolút, abszolút, hogy ők egymás életének, egymás szedelmei, vagy egymás. hogy ők nagyon szedelmesek egymásba abszolút elhiszem. T -t, ami még nekem kifejezetten tetszett ennél a filmnél, hogy annyi mindenről akart szólni. És annyi mindenről tudott is szólni a megcsalásról, ami ugye végig kíséri az egész filmet, és a végén van egy óriási nagy csattanó, amire itt így egy ilyen hatalmas Jaj, nagy, agyrobbanás és izé, hogy te jóig, a... Szerintem tök jó volt a végén nem az. Úgy, hogy, hanem, hogy a karaktere, a Ja a persze. Rézi el... Adottotta a fenevigel. De mennyire jó már, hogy a Nicole Kidman igazából az első percben már rájött erre a dologra a film elején, csak nem akarta végig elmondani a, film végéig, megadta a lehetőséget a Javier Bardemnek, hogy előálljon és azt mondja, hogy na figyelj, igen, ez történt meg és, 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 a végig ezt itt így ő tudta, hogy egyébként megcsalta, és a végén derül ki, hogy ő ezt honnan tudta, és, és az a leleplezés az annyira egy ilyen szívszorító dolog. De szól egyébként ez a film arról, hogy a női szerepek az 50-es évekbe, az, hogy igazából mennyire lenézték ezt a Lucit, mennyire egy ilyen naivaként gondoltak rá, aki jól van a háttérben, legyél el, ne akarjál beleszólni dolgokba, pedig aztán kiderül egyébként, hogy mekkora jó rendezői vénája van a csajnak. Az, hogy egyébként mekkora jó forgatókönyvi vénája volt ennek a csajnak, hogy bármi, amiről beszélünk, neki a fejébe itt így már megjelenik az, hogy ez hogyan lenne jó ez a jelenet, és mennyire lenézik őt, és mennyire nem hajlandóak meghallgatni ő a véleményét. Akkor szól a film arról, hogy ez a megkártizmus az 50-es években, hogyha valakit kommunizmussal megvádoltak, akkor mennyire tönkretehették ezt a karrierét, és mennyire egyébként rá tudott vetülni ez az árnyék mindenkire, akire csak akár mondjuk itt így plegyka szinten elkezdett ez a dolog. És ezt is mennyire zseniálisan mutatja már be, hogy 15 centis piros betűkkel hozták le az újságban. Ú, 15 centis betűkkel, adjontul, és pirossal is. és érzed, hogy mennyire komoly ez az egész dolog. Őbeli média viszonyok, vagyis hát az. Igen. Hát hogy mi lehetett, hogy. Nem lehet terhességet ábrázolni a tévében, hát az azt mutatná, hogy ők szexelnek, hát külön ágyban fekszenek, hát hogyan, hogyan lehetne már terhességről beszélni ahhoz, 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 ahhoz az kellene, hogy ők ketten valamit csináljanak, hát, szex, nem lehet kimondani, hogy szex? Nem, hát ez a tévé, ez a televízió. De közben meg egyébként elvárják azt, hogy a terhesnő Filip Morris szívjon, tehát hogy így ja, Igen, ebben az időben azért még nem zavart senkit, hogy a terhesen szívjon. vagy Igen. Tényleg ez a, ez a hihetetlen, nem is tudom, kétszínűség, ami akkoriban, meg most is talán jellemzi ezt az amerikai tévés viszonyokat, hogy tényleg nem lehetett terhességet ábrázolni, mert azzal az, arra utalunk, hogy ez a két ember, akik ezébként egyébként ők szeretkezhettek valamikor. Úr tehát, Jézus. Hogy ne, úr Jézus, hát micsoda förtelem, és ezt is tök jól bemutatja ez a film. Akkor azt is, hogy egyébként kubai férfiként mennyire nehéz egyébként érvényesülni. Úgy egyébként, hogy ez a férfi nem kapja meg az elismerést azért, hogy a hátán viszi az egész sorozatot. Ő az, aki ezt az egészet megteremti. Ő az, aki egyébként az egész dolgot itt így a kezében tartja, és őt is rohadtul lenézik az egész be, mert az, nem egy... Az, a, ezzel azért nem értek egyet, mert azért... Azt a végén kiderül egyébként. Vannak, hogy nem, nehezen hiszem el, hogy őt lenézik. Ne baszakodjanak a kubaival. Ne baszakodjanak a, kubaival. Ne a, kubaival. Az a vezetője üzent. Mit? Ne hát nem, végén... nem, 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 Ugye megjön, megjön a Telexa, ugye megírja a Philip Morris igazgatójának a Javier Bardem karaktere, hogy hát szeretnék, hogyha terhességet ábrázolná, és egyébként a, a, sorozatban, és hogy ezzel nem ért egyet a CBS meg a Filip Morris a vezetősége, de hogy egyébként ők azok, akik miatt ez a show ennyire működik. És mindenki azt mondja, hogy úgyse fogják engedni, és akkor a Philip Morris vezérigazgatója meg megéri azt mondja, hogy a Philip Morris és a CBS minden dolgozóinak a figyelmébe ajánlom, a a kubaival. <laughs> Kurva jó, de annyira meg, semmi meg áll is. a végén, amikor és az FBI egy emberét meg. Igen, volt, az mekkora ütés! Megkérdeztem, hogy ö, nem, 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 kommunista? Igen. százszázalékosan kijelentettem, hogy nem kommunista. Megmondaná a nevét, vagy J. Edgar Hoover, J. Edgar. J. Edgar. J. Edgar, Hoover. És akkor mindenkit így lefagyhat, ugye akkoriban az J. Edgar Hoover. Mondottam. itt a gép előtt. zseniális, zseniális. zseniális. Hát, én ezért mondtam, hogy őnek is szerintem azért nincs baj az elfogadással. Hát ugye így a szemébe senki nem érzi, de úgy, ó, hát csak egy kubai. Aztán amikor látják, hogy micsoda összeköttetései van, akkor meg meglepődnek. De hogy azért hogy ezt is kontextusba állítjuk az 50-es években, azért J. Edgar Hoover kb. tényleg úgy volt az, hogy Isten J. Edgar Hoover és az amerikai elnök, tehát hogy mindenkiről mindent, és konkrétan itt, itt, senki nem mert baszakodni vele, mert ő volt az atya úristen Amerikában, az FBI igazgatójaként. És hát ez, ez, ez tényleg ez egy olyan zseniális jelenet volt, hogy én is, amikor itt így é, elnézést, tudom, bemutatkoznak, és Edgar Hoover vagyok, az azt a kurva élet, nem tényleg. számítottam de. de ne zseniális a jó jelenet volt, atya de ég. Amit mondtál, igen, tehát, hogy nem véletlenül idézgetjük így a részeket, mert tényleg a forgató, forgatókönyv. Minden egyes soda adany. Tehát igen, e igen. ezt nézzétek meg mindenképpen. Tehát, hogy Szorkinnak tényleg az élet, mivel arról szól, hogy minden film, amit ír, minden egyes hibász, film, van. minden tényleg. egyes mondata arany. De, és tényleg ez, hogy nem hibázik. Tehát akármilyen filmet ír, lehet, hogy mondjuk a rendezés nem oké, okay, rend, hogy a színészet nem oké. Okay. A forgatókönyv az minden egyes helyzetben ott kell, hogy legyen valahol a, a, az oszkár esélyeseknél. Fantasztikus, fantasztikus, és, és tényleg minden pozitívumot el lehet mondani erről a filmről. Zseniálisan jó. Egyetlen problémám van vele, hogy annyira megnéztem volna ezt moziban. De ugye ez is ugye Amazon Prime-ra jött ki. Hát, és azért valahol ez ilyen, így igen, szomorú. Ezzel nem, nem, is, gondolkodtam el, de tényleg, én még azt is hozzáteszem, hogy én még egy fél óráig néztem volna, pedig így is kettő óra tíz perces volt. Igen, igen, nagyon jó film egyébként, nagyon jó film egyébként. Én valahol nem értem egyébként ezt a 6,6-ot imdb -t, meg ezt a Na, 60 ot meg én kóron. Télni, térni, hogy, hogy ez mi? Nem, nem, nem értem én én sem. Mi, 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 és uh, nem is, bocsánat, uh, nem is uh, kevesen, tehát uh, 22 ezeren szavaztak, a legnagyobb része az 7-es nyomot, hát nem tudom, nem nem értem. 68%-on áll egyébként a Rotten tomatoes is. Tényleg, hogyha valami van... Nem értem, mert ott... Nem, nem értem. Nem, értem. nem értem, olyan kritikusok vannak, akiknek nagyon jó filmek szoktak tetszeni, <laughs> nem annyira, mondjuk ja, de akkor értem. De valahol szerintem ez az Aaron Sorkin életmű valahol nem feltétlenül az, amit így a nagy közönség értékelni szokott, vagy akár mondjuk így a szűk ebben vett kritikusok is el tudnak fogadni, tehát hogy ahogy nézem, a Steve Jobs sem volt az, ami itt így elnyerte volna a nézőknek tetszését, pedig annak a forgatókönyve is szerintem zseniális volt, és az is például, ha jól emlékszem, olyan hetes környékén a n pedig az egyik olyan film, amit, amit minden évben kétszer megnézek, és úgy vagyok vele, hogy te atya úr, Isten, mekkora jó film, Üh, és tényleg az se szól másról, mint hogy emberek beszélgetnek. És valahol a Zéron az életműve az tényleg erről áll, hogy emberek beszélgetnek, és, és kurvára érdekes dolgok sülnek ki ebből az egészből. És örülök neki egyébként elkezdett rendezni is, tehát szerintem az ő rendezése is se rosszak, tehát hogy kifejezetten jók működnek. Eddig három filmje volt, és mind a három tetszett. Nem, nem, le, nem, lehet, nem, lehet panasz. Mondjuk lehet azért is, mert tényleg, hogy meghagyja saját magának a forgatókönyvet is. Igen, igen, igen. Meg ahogy hallom, egyébként ő nagyon sokat enged a színészeinek is hozzátenni a szerepben, úgyhogy nagyon szeretnek vele dolgozni, és ő egy ilyen hívó szóként is működik, hogy ó, az új Éron Szorkin film, persze megyek díjeső, meg, meg, el fogják ismerni, és tök jó forgatókönyv. Ez is egyébként, ahogy mondtam, az Amazon, Amazon Prime film, és ezt is meg lehet nézni egyébként felirattal, tök jó minőségbe, úgyhogy ez egy ilyen nagy reklám volt szerintem a hét az Amazonnak. Én egy nyolcast adtam rá, hogy így a pontozásra végül rámenjünk. Én nem tédek el a mai jó hagyományát. Három az, 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 az. Nem tudok beszélni, de még egyszer. Ez szép, az Nagyon szép. Nagyon nem vagyok képben, már mennék négyezni, úgyhogy sziasztok. <laughs> Jó, van, végre, végre nem jó. Vannak még egyébként filmek, ö, olyan filmek, amik ö, így keresések, és azért próbáljuk a következő hetekben, nem is azt mondom, hogy azonnal bemutatni őket, de azért három-négy filmenként hozzuk őket, hogy mire jön az gála, azokat ö, ki tudjuk itt így még Nagyon sok pótolni való van, úgyhogy most nagyon Nekem be... is. Legalább nekem a is. legjobb filmet, a tizet majd látni akarom. Hát én szerintem nem... tettünk egy nagy lépést ma a felé, tehát én, én nagyon meglepődnék, hogyha színész filmfronton ezek a filmek ne jönnének elő. Igen. De ahogy mondtam, írtunk össze még filmeket, úgyhogy ezekről mindenképpen beszélni fogunk. Köszönjük, hogy ma itt voltatok velünk. Jövő héten reméljük, hogy már vivivel kiegészülve tudunk jelentkezni. Addig is filmezetek sokat, egyébként pedig minden csatornát megtaláltuk. Ma a is itt volt a Vivi. Minden linket megtaláltuk a csatolmányok között. Ja, igen, Vivi bejelentkezett egy rövid bejelentkezésre. De bocs, Vivi, bocs, Vivi, megint. Vivi, biztos, hogy meg akarod nézni a miutánt? Igen, igen. Oké, én ezt elhiszem. Mit fogunk mi ezért kapni? Köszi, hogy itt voltatok! Jövő héten találkozunk! Sziasztok!